Üdvözlöm a Karcag Televízió minden kedves nézőjét! Mai vendégünk Sári Kovács Szilvia, a Legszebb Konyhakertek, Magyarország Legszebb Konyhakerti Program programigazgatója, Karcagváros alpolgármestere. Üdvözlöm, köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Én is köszönöm a meghívást, és nagyon sok szeretettel üdvözlök minden kedves televízió nézőt. Lezárult a nevezés a kert programra. Mit lehet tudni a részletekről? Hányan neveztek, milyen kategóriában, mi az év témája? Lezárultak a nevezések, beérkeztek a jelentkezési lapok. Nem szeretnék számot mondani, mert nagyon sokan, akik tavaly a programban voltak, nem küldtek vissza a jelentkezési lapot. Én mindenkit úgy veszek, hogy ebben az évben is ugyanúgy szerepel a kertjével, a versenyben, ahogyan tavaly. Viszont vannak új jelentkezőink, akiket nagyon sok szeretettel köszöntök, és nagyon örülök, hogy megmérettették magukat, és részt vesznek ebben a programban. És én bízom abban, hogy amikor majd telefonon megkeresem az én drága kerteseimet, hogy megyek kertet szemlézni, akkor nem fogják azt mondani, hogy Szilvike, ebben az évben mi nem indulunk. Tehát én bízom abban, hogy minden tavalyi kedves versenyzőnk az idén is megmutatja nekem a kertjét. Igazság szerint mindegy, hogy milyen a kertje, hiszen ha már valaki műveli és valamit tesz benne, az már nagyon-nagyon pozitív dolog, és helye van ebben a programban, hiszen tudjuk, hogy nem egyszerű a kertészkedés, főleg manapság nem egyszerű. Mi történik ilyenkor, amikor lezárulnak a nevezések? Mi a következő lépcsőfok a programban? A nevezések lezárása után összeül a zsűristábunk, ez jövő héten fog megtörténni, és tulajdonképpen elosztjuk a kerteket egymás között, ki milyen kertet néz meg, hiszen szerencsére olyan sok nevezőnk van, hogy nem tudjuk mindet megnézni. Természetesen én nagyon szeretnék minél több kertbe eljutni az idén. Remélem az időjárás, a vírus minden kedvezően fog hatni, és megteremti azt a lehetőséget, hogy ezt meg is tegyem. És beütemezzük a kerteknek a meglátogatását, a kertek zsűrizését. Minden esetben telefonon előtte a kertművelővel egyeztetünk, mikorra érkezzünk, melyik napon jó neki, mikor alkalmas a kertlátogatásra az időpont, és ezt követően elmegyünk és megnézzük a kertjét. Ebben az évben most rendhagyóan nem fogunk tudni kétszer kertet szemlézni, hiszen az első időszak nem kedvezett a vírus miatt ennek, de én úgy gondolom, hogy egy kert szemlével minden kertről kiderül, hogy milyen gondosan és milyen szakszerűen művelte azt a gazdája. Hogyan történik a kertbejárás? Ugye most az év témája a biodiverzitás, és erről is mondjunk néhány szót. Igen, én azt szerettem volna, hogyha a kertek nagyon sokszínűek, hiszen az elmúlt évek külön kiemelt témái valahogyan ezt készítették elő. Madárbarát kert, rovarbarát kert, termőföld védelme, és tulajdonképpen minden gyógy- és fűszernövények a kertben, több generációs kert, ezek mind-mind azt sugallták egy kertművelőnek, hogy a kert akkor teljes és akkor egész, ha benne van minden, benne vannak a virágok, akár vadvirágok, akár kultúrnövények és nevesített virágokról legyen szó, gyógynövények, fűszernövények, és az állatok is, rovarok, bogarak, hüllők, kétéltőek, és emlősök is. Tehát egy kertben nagyon-nagyon jó dolog, hogyha van sün, megeszi a mesztelenségát, amivel ugye mindig harcolunk. És ugye a madarakat és a rovarokat, bokarakat már ugye nem is említem, hiszen ezeknek a kritériumoknak úgymond az elmúlt években már minden kertművelő eleget tett. Sőt, én azt tapasztalom, hogy ezekhez nem hűtlenek, hanem minden évben foglalkoznak vele, sőt, mi több, egyre jobban kiteljesítik azt. Itt gondolok főleg a darázsgarázsra, a rovarszállókra, hotelekre. Hát olyan csodás építményeket készítenek, évről évre fejlesztik ezeket, hogy tényleg ámulunk, bámulunk, amikor egy-egy kertet megnézünk. Tehát nem felejtik ezeket, és én úgy gondoltam, hogy ha ezt egy csokorba foglaljuk, és arra ösztönözzük az embereket, hogy minél többféle fajta növénye legyen, minél gazdagabb élővilággal gyarapítsa a kertjét, tartson benne, teremtse meg nekik az élőhelyet, akkor úgy gondolom, hogy egy olyan flóra alakul ki, ami a védekezést megkönnyíti a kártevőkkel szemben. Hiszen mindig ez a sarkalatos kérdésünk, hogy a kártevőket hogyan győzzük le, és hogyan termesszünk, lehetőleg vegyszermentes zöldséget és gyümölcsöt magunknak.
Én úgy gondolom, hogy ha belépek egy kertbe, akkor látom, hogy mennyire gazdag és mennyire sokszínű az a kert. Sokféle zöldség, sokféle gyümölcs, vagy csak sokféle zöldség, de mellette sok-sokféle növény van. Akár még gyomnövény is, hiszen az is vonzhat olyan rovarokat, bogarokat, amik majd esetleg máshol is hasznosak lehetnek a kertművelésben. És megmutatja azt, hogy egy kertművelő milyen szisztéma alapján állítja, illetve alakítja ki a kertjét, állítja össze azt a növény mixet, azt a növény gazdagságot, amit szeretne a kertjében látni és gondozni. A kertesek szoktak azért újításokat is alkalmazni, például ugye a tavalyi évben az illóolajokkal használatát is bevetették. Mit lehet erről elmondani, mennyire ötletgazdagok a kertművelők, és miket szoktak alkalmazni, és titokként elmondják önnek? Hát igazság szerint reggelig ülhetnénk itt, hogyha én most minden ötletet és minden újítást elmondanék. Fantasztikus tárháza van az ötleteknek, és fantasztikus az a képzelő erő, illetve az alkotás, amivel ők bírnak, hiszen nem csak elképzelik, hanem meg is valósítják ezeket. Ha kis helyük van, akkor futtatnak mindenhová, és minden létező helyet kihasználnak. Ha valahol patak van, akkor a patakot próbálják meg úgy körbe venni növényekkel, hogy az öntözés minél könnyebb legyen. Itt nyilván Dunántúlra gondolok, hiszen az Alföldön kevés a patak, illetve nálunk nincs is. Úgyhogy az építményeket is figyelembe véve, lugasok, kordonok, amit már említettem, a rovarszálók, darázsgarázs, rovarhotel, de a madáretetők, a madárodók, az itatók, a különböző növények elhelyezési módja, a fűszerspirálok, és mindenféle magaságyás, vagy az eltolt ágyások, ahol mondjuk olyan a terep, ami ezt megengedi. Sőt, láttam olyan kertet, ahol tulajdonképpen nem is lehetett fotózni, mert annyira meredek volt a kert, hogy inkább csak egy ilyen drónos felvétel adhatta volna vissza azt, hogy mekkora munkát és mi mindent végzett el a kertben a tulajdonosa. Ezek néha kihívást is jelentenek, de ahogyan elmondtam, az ő fantáziájuk az végtelen. És mindig újítanak valamit. Szeretnek változtatni egyébként meglévő dolgokon is, szeretnek újítani, szeretnek különböző új módszereket kipróbálni. Itt gondolok a mulcsozásnak a módjára, vagy akár a kert kialakításának a módjára, lugas kordon és más hálós védekezés. Tényleg nagyon-nagyon-nagyon sok mindent el tudnék mondani. Nagyon ötletesek például a kertesek, amikor védekeznek mondjuk a darazsak ellen, akkor hálókat alkalmaznak. És amikor jött egy jégverés, és a háló megfogta a jeget, akkor rájöttek, hogy nem csak a darazsak ellen jók ezek a hálók, hanem a jégverés ellen is. Úgyhogy tényleg én úgy gondolom, hogy reggelig lehetne erről beszélni. Nagyon-nagyon ötletgazdák, illetve ötletdúsak a kerteseim. És tényleg fantasztikus minőségben is valósítják meg ezeket. Tehát nagyon precíz. Olyan mester munkák kerülnek ki a kezük alól, hogy igazán bámulatra és csodálatra méltó. És hát persze fontos, hogy utánozzák is egymást, hiszen eltanulnak egymástól sok-sok jó ötletet, és tulajdonképpen ez is gazdagítja a programot, meg nyilván az ő életüket is megkönnyíti, és a kertművelési repertoárjukat gazdagítja. Az idei évtől önök is segíteni próbálnak nekik egy közösségi felületen keresztül. Mi ez pontosan? Az én drága Szokvai Szilvim találta ki, a fő munkatársunk, hogy kellene segíteni ezeket a frissen kezdő, és tényleg nagyon kezdő kertművelőket. Régen beszéltünk már erről, de ez a vírus helyzet most még jobban aktuálissá tette ezt a kérdést. Nagyon sok fiatal szeretne elkezdeni kertészkedni, és nem tudja, hogy hogyan kell ezt megtenni. És akkor ilyenkor fölmennek az internetre, és rájuk zúdul az rengeteg információ, de nincs egy olyan vonal, ami végigvezetné őket azon, hogy hogyan kell elkezdeni, és akkor hétről hétre, napról napra milyen munkafolyamatok következnek, mit kell tenni egy kertben, és mit hogyan kell tenni. És ez ezért indult, és tulajdonképpen minden nap van egy 5-10 perces kis film, ami tulajdonképpen egy-egy munkafázist, munkafolyamatot mutat be a kertészkedőnek olyan módon, olyan szisztémával fölfűzve, hogy a kezdetektől egészen a betakarításig egy egész tenyész időszakon keresztül végig kísérje a kertművelőt.
És nyilván itt a tapasztalt kertművelőkre hagyatkoztunk, az életműdíjasainkra, és azokra a kertművelőkre, akik tényleg eddig példák voltak a programban, példaértékű a munkájuk, és érdemes megnézni, hogy ők hogyan csinálják. A kertészkedés hasznosságán túl miért jó, ha valaki ebbe a programra, erre a programra jelentkezik, nevez, részt vesz benne? Hát nagyon sokat lehetne erről is beszélni. Én úgy gondolom, hogy a két legfontosabb dolog, az első az, hogy megismerik a munkáját, és elismerést kap érte. És hogy helyre kerül az az értékrend, amit ő képvisel. És én ezt nagyon fontosnak tartom. És jó példával szolgál. Hogy ez mennyire így van, 24.198 annak a kertnek a száma, amit a kertprogramban résztvevők nyomán felástak, vagy kialakítottak benne kertet. Tehát az a 22 kertművelő, aki 2012-ben Karcagon elsőként jelentkezett ebbe a programba, azt tulajdonképpen ezt érte el, nyilván rajtunk keresztül, de az ő példájuk nyomán ennyien kezdtek el kertészkedni. Mondhatjuk azt nyugodt lelkiismerettel, nyugodt szívvel, hogy ennyi kertet mentettünk meg, hiszen ott már zöldség, gyümölcs termesztés folyik. Tehát megkapja a munkájait az elismerést, és ő lesz a példa mások számára. Sokan irigylik is egyébként a kerteseket, és sokan irigységből kezdenek el kertészkedni. A másik nagyon fontos tényező, én úgy gondolom, hogy egy kertprogramban résztvevő számára kinyílik az élet. Nagyon sok idős ember magányosan él, műveli a kertjét. De abban a pillanatban, ahogy jelentkezik a programba, jönnek az ismerősök. Van egy diátad ünnepség, oda már el lehet menni, őt megünneplik, és ott barátságok köttetnek. Vagy a régi haragosok kibékülnek egymással, mert erre is nagyon sokszor volt példa, hogy 20-30 éve nem beszélnek, de a kert az ismét összehozta őket, és elsimította azt a kis nézeteltérést, ami annak idején valamiért létrejött közöttük. Tehát kinyílik a világ, közösségbe kerül, van kihez szólnia, van kivel kapcsolatot tartania, összejönnek az emberek, magokat cserélnek, palántát cserélnek, tapasztalatot cserélnek, sőt, mi több. És ez egy megható dolog is volt, a budaörsi kertbarátok nagyon-nagyon lelkismeretesen és lelkesen vesznek részt a programban, és az egyik nagyon jó kertvelőjük lebetegedett, de olyan módon, hogy egyszerűen nem tudott kimenni a kertjébe. És a kertbarátok összefogtak, és megművelték a kertjét, és országos díjat kapott a kert. Tehát egy olyan közösségbe kerülnek, akik önzetlenül tudnak egymásnak segíteni, és tényleg nincs jobb szó rá, kinyílik számára az élet. Kinyílnak a kapuk, és bejönnek azok az emberek, akiktől eddig valamilyen módon el volt zárva, hiszen miért is menjen, hogy is menjen oda valakihez. De a kert, a kertműveléssel kapcsolatos összes minden, az okot ad arra, hogy megszólítsak valakit, beszélgessek vele, összejöjjünk. És aztán a végén odáig fajul a dolog, hogy a kertművelőim, illetve a koordinátoraim arról mesélnek nekem, hogy egy-egy kertbejárás már lassan egy ilyen zsordé után ne alakul. Sütnek, főznek, boroznak, iszogatnak, és akkor így nézik meg egymás kertjét, és akkor vonul a kertről kertre. Tehát egy olyan közösségi élet alakul ki, hogy egy falu életét teljesen felpesdíti és megmozgatja. Én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon nagy érdeme a programnak, túl azon a sok-sok hasznosságon, amiket már az előbb említettünk, illetve ön is említett. Az elkövetkezendő időszakban sor kerül akkor a kertbejárásokra. Mikor várható eredmény, mikor lesz az eredmény hirdetés, az értékelése a versenynek várhatóan? Igen, ez egy jó kérdés. Itt nyilván nagyon sok külső tényező befolyásolhat bennünket, de remélem nem teszi. Én úgy gondolom, hogy szeretnénk magunkat tartani az eddigi menetrendhez. Én azt szeretném, hogyha júliusban minden kertszemle megtörténne, vagy az augusztus első részét tekintve ezek azért befejeződnének, hiszen szeptember első két hetében szokott összejönni az országos zsűri, addig be kell érkezniük a településekről az országos díjra jelöléseknek. Fontos, hogy ezek időben érkezzenek be, és elég időt hagyjunk a koordinátoroknak a településeken, hogy megfelelően elő tudják készíteni az anyagokat, megérkezzenek a fotók, és minden rendelkezésünkre álljon ahhoz, hogy az országos zsűrizést meg tudjuk tenni. Nem szeretnék ettől eltérni, hiszen a kertek még júliusban, augusztusban a legszebbek, sőt, sokszor még szeptember elején is, úgyhogy én úgy gondolom, hogy meg kell hagyni a lehetőséget arra, hogyha valakinek mondjuk elverte a jég a kertjét, akkor legyen ideje megújítani a kertjét, és legyen ideje bepótolni az úgymond károkat, kompenzálni azokat.
és én úgy gondolom, hogy olyan szeptember végén, októberben szeretnénk eredményt hirdetni. Térjünk át egy másik nagyon fontos területre, Karcagváros alpolgármestere is, ön nem csak ugye a kertprogram programigazgatója. Az elmúlt időszakban sor került a mártír emléknapra, a kuláküldözés áldozataira emlékeztünk, és a Semmelweis nap is megtartásra került. Miért fontosak ezek az események a városban az itt élő emberek számára? Miért van jelentőségük, főleg talán egy ilyen vírushelyzet után, amiben voltunk? Én úgy gondolom, hogy Karcag az a kivételes város, és olyan kivételes helyzetben van, ahol nagyon-nagyon gazdag a kulturális és mármilyen élet. Nagyon sok rendezvényünk van. Igaz, most a vírus időszakában ezek nem történtek meg, nem kerültek megrendezésre, nem tarthattuk meg ezeket, de ahogyan kinyílt a lehetőség, rögtön éltünk ezekkel. Nagyon fontosak ezek, hiszen a mi életünket jelentik, a mi múltunkról szólnak, a jelenünket jelentik, és a jövőnket alapozzák meg. Tehát nagyon fontos, hogy emlékezzünk a mártírokra, emlékezzünk a kuláküldözöttekre, hiszen ezek a mi eleink, az ő életük, tulajdonképpen a mi életünk is, és nyomot hagynak az utókor számára, nyomot hagynak a jelenben, azaz nekünk számunkra. Fontos, hogy megemlékezzünk róla, hiszen már lassan nem élnek azok az emberek, akik ezeket a szomorú történéseket megélték, és ha mi nem beszélünk róla, akkor a fiatalok ezt nem fogják tudni. Így is egyre nehezebb majd nekik elmagyarázni, hogy mit jelent az, hogy kulák, mit jelent az, hogy holokauszt, mártír, megemlékezés, és még hosszasan lehetne ezeket sorolni, Trianont és egyáltalán. Ha mi ezteket nem tartjuk élő, úgymond jeles napokká, nyilván jól kell értelmezni ezt a kifejezést, amiket meg kell tartanunk, emlékeznünk kell rá, beszélnünk kell, akkor tulajdonképpen ők ott a levegőben fognak lebegni, és nem lesz múltjuk, mert ezeket a fontos dolgokat nem fogják tudni, és ezeket csak tőlünk tudhatják meg. Mert mi még azért tudunk róla beszélni, és ha valaki beszél róla, és élő rendezvényen tapasztalja meg ezeket, akkor az más, mint hogyha egy újságban olvasna róla egy cikket. Lehet, hogy a három mondat után abba hagyná, hiszen tudjuk nagyon jól, hogy mik az újabb szokások, olvasás tekintetében is. Nagyon fontosak, hogyha ott vagyunk, akkor ezeket át tudjuk élni, és ezt az érzést át tudjuk adni a fiatalok számára is. Nagyon szeretem, hogyha el tudok menni, én minden ilyen rendezvényre igyekszem is ott lenni, hiszen ez az én lelkemnek is nagyon fontos, hogy ezt én is megéljem. Hiszen én vagyok az, aki régiről ugye a gyökereket tovább viszi. És a jelenlévők, a városlakói, akik elmennek ezekre a rendezvényekre, egy egységet képez ilyenkor. Így van, együtt vagyunk, és azért ezeket könnyebb úgy feldolgozni, könnyebb emlékezni, és könnyebb átadni a fiataloknak, és egyébként ugye a példát hoztuk a kertprogram lévén. Itt is egy példát statuálunk, úgymond, hogy ilyen rossz kifejezést használjak, hiszen ha látja a fiatal, hogy mi ott vagyunk ezeken az ünnepségeken, akkor gondolja, hogy ez csak fontos, hogyha mi ott vagyunk, és akkor ő is ott lesz. Tehát tulajdonképpen egy szokást adunk át a fiataloknak azzal, hogy mi megünnepeljük ezeket, megtartjuk ezeket a megemlékezéseket, ezeket az ünnepeket, hiszen a március 15-ét is megtartjuk mindig, és mindent megtartunk. Nem napolunk el semmit sem azért, mert most éppen nem érünk rá, vagy bármi más történik, vagy nincs rá pénz, vagy sorolhatnám az okokat, hogy miért nem lehetne megtartani valamit. Mi ezekkel mindig élünk, és ezt a fiatalok látják, és példa előttük. És én úgy gondolom, hogyha azt látják, hogy mi megtartjuk ezeket az megemlékezéseket, ezeket az ünnepeket, akkor ők is megfogják. A fiatalok leutánozzák a felnőtteket, az idősebbeket. Nagyon fontos dolog történt július 1-én, megnyitott a kapuit az Akácligeti Gyógy és Strandfürdő, ahol alpolgármester asszony is jelen volt és bejárta a területet. Miért bír ez turisztikailag kiemelt fontossággal, nem csak a városunk életében, hanem a térség szempontjából is? Hát ha lehet így mondani, mint a messiást, úgy várták már a fürdő megnyitását a karcagiak, és igazuk van, hiszen ez egy olyan pontja a városnak, ahová mindenki szívesen megy. Fantasztikus a gyógyvize, és az Alföld Karcag azzal büszkélkedhet, hogy egy szinte utolérhetetlen minőségű és összetételű gyógyvize van. Nem hasonlítható egyikhez sem, mint ahogy ezt minden város is elmondhatja, Kisújszállás, Beregfürdő, Nádudvar, tehát nagyon-nagyon sok olyan alföldi gyógyforrás van, ami tényleg egy különleges, és a maga nevében kuriózum és egyedülálló, és úgy gondolom, hogy ez fontos, hogy kihasználjuk.
Nagyon szép volt a fürdő, tiszta volt. Még kevesen voltak, hiszen akkor kezdődött az első nap. Én úgy gondolom, hogy belakják majd a karcagiak, és bízom abban, hogy a karcagiak elviszik a jó hírét a kisfürdőnknek, nekünk csak kisfürdő, és minél többen meglátogatják, akik karcagra látogatnak, nem hagyják ezt a lehetőséget. Ahogyan teszik a testvérvárosi delegációk is, szinte letetszik a cuccukat, és már rögtön az első útjuk a kisfürdőbe vezet, és ez egy nagyon jó érzés, hiszen ők is a magukénak érzik már, szeretik, és én úgy gondolom, hogy ez tényleg egy olyan turisztikai pont, amit nem szabad kihagynia senkinek sem. Munka után kimenni egyet, mártózni, kikapcsolódni, leengedni a gőzt, teljesen, teljesen megfelelő és jó. Jót beszélgetni a barátokkal, ismerősökkel, mert hogyha máshol nem, akkor legalább a kisfürdőben találkoznak, és legalább társasági életet tudnak élni. Mi magyarok nem élünk valami jól ilyen szempontból, keveset vagyunk együtt, keveset szakítunk időt a kikapcsolódásra, a spontán baráti beszélgetésekre, többet kellene erre áldozni, többet kellene cukrászdába járni, leülni egy sör mellé, egy fagylalt mellé, beszélgetni, kávézni, egy-két órát eltölteni délután, és nem pedig mindig csak rohanni és hajtani a tennivalókat, hiszen egyrészt azok úgy is megvárnak, de mennyivel kellemesebb egy napot úgy tölteni, hogy van benne egy olyan óra, amit mondjuk egy jó baráttal, egy ismerőssel, rokonnal eltöltöttem, ilyen kellemes környezetben, és nyilván akár a kisfürdőben is. Igen, egy közösségi élet szintere. Így van, pontosan. És hát nyilván a rendezvényeknek is egy nagyon jó alkalmat ad, hiszen ott egy nótaestet megtartani, vagy egy nótanapot megtartani mennyire jó, amikor a fürdőzők hallják esetleg, vagy koncerteket. Nyilván ennek nagyon sok lehetősége és nagyon nagy tárháza van, hogy mi mindent lehet egy fürdőhöz hozzákapcsolni kulturális rendezvényt illetően. Én úgy gondolom, hogy ezt ki is kell használni, ameddig lehet, ameddig jó idő van, és ameddig a vírus ugye most engedi, és én bízom abban, hogy ez így marad egészen késő őszig, ameddig csak jó idő van, hosszú őszünk lesz, minél tovább kint lehetnek a szabadban a fürdőzők, és aztán át tudunk állni a téli időszakra, és nem kell bezárnunk úgy, ahogyan most kényszerültünk a vírus miatt. Alpolgármester asszony, köszönöm az interjút. Én is köszönöm szépen a lehetőséget, és kérem a karcagi kerteseket, hogy aki eddig nem tette meg azt a jelentkezésre, a beküldését tegye meg, illetve hogyha én fölhívom telefonon, akkor ne azt mondja nekem, hogy szívem, most ebben az évben nem leszek, hanem azt mondja, hogy mikor jön. És akkor menjünk szeretettel, és megnézzük minden gyönyörű karcagi kertet. Köszönjük szépen. Kedves nézőink, köszönjük a figyelmet. Viszontlátásra!